Az utóbbi időben szinte minden megdrágult. És még a sör is drágább lett, nem beszélve a szilárd élelmiszerekről. A papírárak és így a nyomdaköltség is folyamatosan emelkedik, most harmadával többe kerül, mint tavaly ilyenkor, és a folyamat még nem állt meg. Drágulnak az építőanyagok is, és minden, ami egy lakásfelújításhoz kell. Drágább lett a kultúra, a könyvek, a színház, meg az utazás is. Ahogy a vendéglátás is rettentően megdrágult. A Magyar Hangára azonban nem emelkedik. Sokaknak ugyanis már most sem fér bele, hogy többet áldozzanak az újságokra és a kultúrára. A szabad magyar sajtó azonban tényleg csak akkor marad életben, ha nézői, olvasói támogatják. A Magyar Hang, a kötött fogás és a flaster jövője rajtunk és önökön is múlik. Ne hagyjuk, hogy az apátria győzelemeskedjen felettünk. Ez egy misszió, immár kevesebb, mint egy korsó sör áráért. Kérjük, tartsanak velünk! És vegyék a lapot! Tisztelettel köszöntöm Önöket. Mielőtt szereplőket bemutatnám, akiket egyébként mindannyian ismernek, egy szomorú hírt kell közöljem. Én például most tudtam meg adás előtt, hogy meghalt Schlech Csaba, a Magyar Nemzet egykori főszerkesztője. Itt mindenki ismerte, de a legjobb a János volt vele. Hát azt tudom mondani, hogy én 1973 óta ismertem Schlech Csabát. Ez kicsit úgy hangzik, mintha Tanú című filmből venném, de ez azért van, mert ez az idestova 50 éves ismerettség, és én azt hiszem mondhatom, mély barátság a Csaba személyiségéből adódóan mindig egyfajta intellektuális kaland volt. Minden vele töltött perc. Nekem nagyon fog hiányozni. Én azt hiszem, hogy Magyarország szegényebb lett most, és beszéltem a főszerkesztőrrel, vissza fogunk emlékezni Csabára a labban is, akkor talán jobban megismerik a nézők. Itt talán annyi elég legyen, és szándékosan hegyes mondattal fejezem be ezt a mini emlékezést. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog-e küldeni koszorút a temetésére az az ember és az a párt, aki jóformán mindent neki köszönhet. Csintalan Sándor is itt van. Jó napot, magyarok! Dévény István. Üdvözlöm. Konok Péter. Jó estét. NATO csúcs. Beszéljünk erről. Ugye eddig a törökök vétózták a finnek és a svédek belépését, és pedig azért, mert ugye a kurd helyzet miatt van ellentét a három ország között, illetve a két ország és a törökök között. Most, ha minden igaz, akkor ez meg fog változni. Hát szerintem leckét kaptunk ezen a NATO csúcson abból, hogy mit jelent a vétó, amikor értelme van és tartalma van. És abból is, hogy milyen a konstruktív együttműködés egy szövetségen belül. Tehát én amikor láttam, hogy ők hogyan állapodtak, látni véltem azt is, hogy mindkét fél engedett, látni véltem azt, hogy mindkét fél tudomásul vette, hogy mit nem lehet, és láttam, hogy igenis létezik normális politikai együttműködés a nemzetközi szintéren, tehát szerintem ez egy jó élmény volt, nekem legalábbis mindenképpen, és hát megint csak azt mondani, hogy Magyarországra vetítve nagyon szomorú, hogy nekünk olyan kormányunk van, amelyik a vétózgatásból sportot űz, és soha nem keresi a normális együttműködésnek a módjait. Hát én ellenkezőleg mondjuk az világos, hogy megmutatja, hogy a vétó mire jó és mire rossz, de én szerintem méretetlen szégyen ez a NATO, illetve általában vívva a nyugati politika részéről, tehát azok az emberek
politikai menekültek, akiket most így... Már a kurdok, akik... Ah, minden igaz, kiadnak Törökországnak, illetve kiadhatnak Törökországnak, persze azért benne van ez az enyhítés, hogy amennyiben ez megfelel a nemzetközi szerződéseknek, a hasonlát, ezt még meglátjuk, hogy gyakorlatban hogy fog kinézni, azok nem véletlenül voltak ott. Nem véletlenül engedték be Svédország és Finnország ezeket az embereket, nem véletlenül szólba se jött eddig az, hogy nem adják ki Törökországnak. Tehát ilyen értelemben azt én elhiszem, hogy... Eddig szóba se jött, hogy kiadják őket Törökországnak, hiszen nem terroristáknak tekintették őket, hanem politikai menekülteknek. A PKK-t egyébként már, hogy a kurd munkáspártot, illetve hát ezt a mindenféle szervezetet, amit inkább szerintem a törökök találtak ki, mint egy, már ugye az Erdogánék találtak ki, mint egy valóságos szervezet lenne, ezeket lehet sokféleképpen minősíteni. Nekem nincs különösebben jó véleményem a kurd munkáspártról, szerintem egy egészen botrányos terrorista szervezet volt egy időszakban valóban, egyébként érdekes módon akkor Európában általában nem tartották annak. Az utóbbi időben meg egy kicsit azért így visszavett ebből a fajta ilyen radikalizmusból. Az tény, hogy a nem elsődlegesen a PKK, de hogy a kurdok azok a, hogy mondjam, minden létező értelemben, amit a mi történelmünkből predesztinálódik, mármint az európai történelemből is, általában egyébként a közel-keleti térség történelemből is szabadságharcot folytatnak. Tehát itt arról van szó, hogy a reálpolitika érdekében, és én elhiszem, hogy ez reálpolitika, tehát ilyen értelemben is probléma, hát olyan ideálokat ad föl végül is, meg olyan konkrét emberi sorsokba nyúl bele ez a történet, ami szerintem mélyen elkeserítő. Nem igazán hiszem, hogy nem lehetett volna másként megoldani. Nyilvánvalóan az Európai Unió, a NATO számára ez a lehető legkisebb arcvesztés, hiszen őket ez nem érinti. Igazából, de tehát ez a fajta ilyen emberkereskedelem, hát gondoljunk bele egyébként más körülmények között, mondjuk az Orbán diktatúra elől magyarok külföldre menekülnek, és akkor valamilyen csatlakozási feltételként valaki azt mondja, hogy ezeket adják ki. És akkor esetleg ott ülünk egy külföldi városban, fejünk fölött zajlik a világtörténelem, és akkor hirtelen jönnek a rendőrség, a befogadó állam rendőrsége, kikísér a repülőtérre, aztán jó napot kívánok, hogy átadnak, és mehetünk a börtönbe. Szóval szerintem ez átborzongató. Azért annyit engedj meg, hogy az utolsó bekezdésben mondtad el, hogy mi nem történt. Na, úgy érted? Hát úgy, hogy senkit nem adtak ki. Hát per pillanat nem, mert tegnap született a megállapodás. Azt akartam, de várjál még egy picit, jó? Én várhatok, de hogyha egy Finnországban levő PKK-s lennék, akkor nagyon aggódnék. Igen, és amit nem szabad elfelejteni, és a finn és a svéd politikai vezetés védelmében el kell mondanom, hogy Magyarországon nem nagyon tudatosult az emberekben, de a dolog mögöttese megint nem az, amit a magyar sajtó, az orbánista propaganda elmond. Hát azért nem szabad elfelejteni, hogy az orosz hadsereg nemrégiben felállított egy északi sarki parancsnokságot, és ez gyökeresen változtatja meg a katonai politikát az arktikus környéken. Tehát Finnország és Svédország nem csak az ukrán kérdés miatt lépett, hanem azért, mert egy számtalan nemzetközi szervezetben eleddig állami uralom alá nem esett területről, az Arktiszról döntött Oroszország olyan formán, hogy egy katonai parancsnokságot hozott létre arra a területre. Azért itt eléggé, hogy mondjam, maradjunk abban, hogy a globuszt rengető dolgok történnek, ami általában nem éri el egyébként a magyarok inger küszöbét, de meg kell mondjam neked, hogy a finn meg a svéd kormány mandátum elsősorban a finn és a svéd nép, a finn és a svéd állampolgárok védelme. Tehát ugye azt én nekem semmi kifogásom nincs az ellen, amit én egyébként milyen egyetértek, hogy a kurdok szabadságharcot vívnak nagyon régóta, és rettenetesen a földön az egyik legjobban átvert nép, a kurd. Ezzel minden egyetértek, de amit mondtam, hogy itt egy olyan kompromisszumot kellett megkötni, amiben mindkét fél, hát meg kellett, hogy harapja az öklét. Szerintem, amit te mondtál, azt a finn és a svéd miniszterelnök asszony egyformán tudja és látja. Annál rosszabb. Nagyon nehéz kérdés van. Annál rosszabb rájött néző, bár azt igazán kíváncsi, mint hogy az Erdogánnak hol kellett megharapni az öklét. Hát mert több embert akart kiadatni, és akkor volt egyfajta ilyen emberkereskedelem. Szerintem akkor... az föl sem merült benne, hogy mindenkit meg fog kapni. Mert egyébként az Erdogánnak ezt a térdést leszámítva, különösebben szerintem nem lényeges, hogy a NATO tagja Finnország vagy Svédország. Azt nem tudom, hogy a Putyinnal egyeztetett Erdogán, megkérdezte, hogy mit döntsön, mindegy, ez teljesen lényegtelen ebből a szempontból. Én úgy gondolom, hogy ez morálisan egy annyira akkora
Nem, hát igazából nehéz elszavakat találni, hogy akkora aljasság, amit nem lehet igazolni a reálpolitikával. Ugyanakkor tudom, hogy minden lehet reálpolitikával. Morálisan ezzel a Törökországgal bármilyen szövetségbe lenni, azért nem. Gáz, de más, hogyha kebabot veszel tőlük, meg más, hogyha szabadságharcosokat. Nem csak, hogy mennyire nem se lenyelni, se kikapni nem tudja Törökországot Európa, nem? Tehát, hogy így kell, mert meg a támaszpont, meg NATO, de uniós tagságra azért szó sem. Hát ezt láttuk azért a menekült válság idején is, hogy Törökország hogy operál ezzel a kettős szituációval. Hát a világ egyik legnagyobb hadsereg. Azt akartam mondani, a világ egyik legerősebb hadsereg az ő. Azon kívül nagy katonai tapasztalattal, tehát a török hadseregben számtalan vadászpilóta, meg egyéb katonatiszt szolgál, akinek komoly harci rutinja van. És el kell döntenie, gondolom, a NATO vezetésének, hogy ez barátot vagy ellenséget akar látni Isztambulban. És azért ez sem könnyű kérdés. Tehát én szerintem ez egy nagyon egészséges kompromisszum volt, és egy akkora vétó, aminek, hogy mondjam, volt indokolása, és Erdogan akkor engedte el ezt a vétót, amikor ezt ő neki már el lehetett engedni. Teljesen igazatok van, de van egy kedves példám, amit úgy szeretek elmondani a izében, nem tudom, tudják-e a tisztelt nézők, meg ti is, hogy 1938-ban kikapta a Béke Nobel-díjat. Hitler. Nem. Stalin. A Nansen intézet, az a Nansen intézet, amelyet azért alapítottak ugye a svédek, a norvégok, ugye, hogy az első világháborús menekülteket és hadifoglyokat segítsék hazajuttatni. És a Nansen intézet kapott 38. decemberben Béke Nobel-díjat, mert 39. januárban felszámolták, azzal az indoklással, hogy erre az intézményre a továbbiakban nem lesz szükség. Nem is mondok többet, tehát ugye ez hiszem elég érdekes és ékes példája annak, hogy a politikusok hogy látják előre a dolgokat. Én ugye ezt nem értem, amit most mondtál, de tegyük félre, ez az én problémám. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy az én éleslátásomat megzavarja az a tény, hogy nem ismerem ezt a megállapodást. Tehát olvastam ezt-azt a magyar sajtóban. Már hogy a vétó, a török vétó visszavonásával kapcsolatos megállapodást. Azért hajlok arra, hogy valamit tudva a svéd és a finn demokráciáról, hogy reménykedem, hogy azért ez a helyzet nem úgy áll, mint ahogy ezt most a Péter interpretálta. Aki szintén nem tudja, hogy mi történt ott. Hát de. Hát ő a Péter tudja. Én elolvastam. Ő elolvasta, igen. Ami viszont a lényeg, az szerintem nyilvánvalóan az, hogy erősödött ebben a háborús helyzetben a NATO, illetőleg túl a NATO-n, amihez szeretném hozzátenni, hogy amikor Törökországot felvették a NATO-ban, nem ez a politikai helyzet volt. És nyilván még a világi Törökország, és még az a korszak, amikor még a kemáli hagyományok erősek voltak. Na mindegy, azért ez nem úgy működik, hogy egyik évben belépünk, másik évben kirúgnak, és ott itt vagyunk mi, és már mi volt, ha ki kéne, hogy rúgjanak, mint hogy csak ki se rúgnak. Szóval örülök. Abban a szempontból is, hogy ugye a finnek, idestem a 100 éve abszolút reálpolitikai szemmel, például, abszolút kompromisszumkészen az orosz-szovjet birodalom nagyságát méltányolva és tekintetbe véve éltek egy olyan határon, ami hát az ő számukra igen sok kihívást jelentett, és ezt a semleges státuszt hogy az utolsó pillanatig ragadtak. Az örömöm annak szól, hogy sajnos az általam vélemezetteknek megfelelően tartok tőle, hogy ez a háború hosszú lesz, és most is úgy gondolom, hogy akkor fog ez a háború megállni, hogyha Putyint orba vágják, és persze nem csak Putyinra gondolok, hanem magára a szisztémára. Tehát erővel lehet csak megállítani. A Péter most fog elaludni, mert kurvára unja. Hát már annyiszor az Európai Unióról, az Unióról, meg az álmokról, igen. Úgyhogy én
ennek örülök, hogy ez a rendszer ennyire rugalmas, másodról meg szomorú vagyok, hogy a finnek is így látják, meg a svédek is így látják. Akik ugye azért még a második világháborúban is semleges státuszban voltak. Hát ez nem egy nagy boldogság, így a hátérülő életemre, ha tekintettel vagyok, hogy itt úgy tűnik, hogy azért tengervél fog elfolyni, mire ezt az orosz agressziót meg lehet állítani. Jöjjünk haza. Kálmán Olga Orbán Viktornak tette fel a kérdését, amely az inflációra vonatkozott, és Orbán a szokásos csúsztatásokat válaszolta. Hát, ahogy mondani szokás, az igazságnak csak egy szeletét bontotta ki, ami azt jelentette, hogy más országokban is, mármint hogy ő szerinte más országokban is van ekkora infláció, mint itthon. Meg a háború. Meg a háború, igen. Háborús infláció. Háborús infláció. Azt ugye nem tette hozzá, hogy az élelmiszerek árának inflációja az viszont toronymagasan veri az összes környező országot, meg posztkommunista országok inflációját is. Hogy látjátok ezt? Hát ezen mit van, hogy látni? Bemegyek a boltba, és megnézem az árakat, aztán bemegyek 5 nappal később a boltba, megnézem az árakat, és látom. Azt meg ugye elolvasom a megfelelő sajtóba, meg a megfelelő honlapokon, megnézi az ember, hogy igen, más országokban is van áremelkedés, most nem is az inflációról beszélek, hanem mondjuk az élelmiszer árak emelkedéséről, de bizony korán sem ilyen ütemű. Így látom, Orbán Viktor hazudik, hát ennyi. Igen. Nem lehet mit hozzátenni. Ha kedves nézőim, hallgatóim, ha maguk ezt beszopják, hát szopják. Majd a kasszánál. Az euróhoz annyit tennék hozzá, volt a Facebookon, képzeljétek el, egy nagyon érdekes táblázat, de nem tudtam leellenőrizni, hogy igaz vagy nem, hogy 2010-től mostanáig a nem euróvezeti országoknak hogy áll a nemzeti valutája az euróhoz képest. 263 forint volt 2010-ben egy euró, most ugye 401 néhány forint, nem tudom pontosan, de mondjuk 400. 393. Most? Már 393-tól 400 valamennyi mozog. Édes mindegy, tehát ez még mozog. Hát a kamatemelés mindig letolja ebbe a sávba, aztán innen megint neki. Jaj, két nap megint. Igen, 400. Hát ma volt a izé. Na mi a kérdés, Sanyi? Nem, csak hozzáteszem, hogy az euró, tehát hogy ez sem igaz, hogy az összes többi országban, akik nincsen már az euróvezetben. János erről írt egy hosszú cikket, hogy milyen összetevői vannak. Az a sajt, amit én szoktam venni, az 1899 forint volt fél kiló. Nem tudom, egy évvel ezelőtt körülbelül, most 2006, tehát 40%-os áremelkedés. De hogy a kisboltokban ugye napi árazás van, az nem is tudom, van műfaj, hogy az... Vagy napi kettő, szék az szétesik, és... Meg vagyok. Hát figyelj, nem, az a kérdés, de ez... hogy minden műsorban elmondjuk ezt is, hogy mikor gyűrűzik be ez a lakosság köreibe, nem? De hogy úgy fájóan, meg akkor fog-e történni valami, akkor el szoktuk mondani, hogy nem lesz Magyarországon éhséglázadás, mert nem olyan nép. Péter elmondja, hogy de lesz, ezt irághatjuk, csak nem tudunk vele mit kezdeni. Tehát, hogy ez baromira fog fájni mindenkinek. Tehát a 20%-os élelmiszer ár emelkedés, hogyha mostani árakat vesszük alapul, elképesztő tényleg. Tehát, hogy most már, nem tudom, tehát tudtok 5000 forint alatt vásárolni? Sikerült már mostanában, hogy teljesen alapvető dolgokat, igen. Én ma 900 forintért vásároltam. Jó, de egy darab valamit. De két kifli. Három darab májas párnát van. Azért van. Valamint egy nápolyi. Szerintem annyiban van értelme erről beszélni, azért vagyunk, azt vállaltuk, azt csináljuk, elmondjuk, hogy látjuk a helyzetet, konstatáljuk, megerősítjük az információkat, amit az emberek hétköznap is megélnek. Aztán a jó nép majd dönt. Igazság szerint én nem is foglalkozom azzal a kérdéssel, hogy eljöhet-e egy olyan pillanat, meg hogy meddig lehet, meg ilyesmi, mert akármeddig lehet. Akármeddig. Vannak országok, akik ezzel a nyomorult
ehhez hasonló szisztémával, ami szociálisan gyilkos, hát az infláció az tényleg a szegény ember adója. Ezt így is hívják. Vannak ilyen országok, kedvenc például mindig Argentina, 1930 óta áramcsőd, tántorog, és a világ egyik leggazdagabb országa, ahol lett a világ egyik leggazdagabb országa. De hát lehet, hogy a mi kedves honfitársainknak, akik lelkesek különben, a ruszki mir kell. Hát drága barátaim, hát olyan lelkes hívei vannak annak a nyomornak, ami Oroszországban van, itt Magyarországon. Honnan tudjuk mi azt, hogy egyáltalán érdekel ez valakit, hogy mondjuk mi az infláció, és hogy mondjuk ha bemész a boltba, akkor kapsz-e valamit. Hát egyáltalán nem. Lehet, hogy vannak, akik ezt visszasírják. Már mit? Nem hát sírni. Például a nyomor. Nem más. Nem. Nem, Sanyikám, szerintem... neked arra van lehetőséget, hogy most elmondod, hogy nem, én meg azt mondtam, hogy igen. A más nyomorát lehet, hogy visszasírjások van, a saját nyomorukat azért nem valószínű. Még jó, a nyomorban így... élésnek van egy kultúrája, meg lehet tanulni, hogy élet túl. És akkor igen, hogyha a nyomor az másfél lesére növekszik, akkor tulajdonképpen ugyanúgy nyomorogsz meg, kvázi. Hát a nyomor mindig azzal szokták egyébként a csórók magukat, hát ez... aki tényleg csóró, aki dolgozik, azért annak jut. Na most azért most már tényleg ott tartunk, hogy ez nem működik, ez a, ahogy mondjam, ez az önámítás, hogy aki dolgozik, annak jut, mert hiába dolgozik, az ember bemegy, és akkor megnézi az árakat, és hát nem jut, egyre kevésbé jut, és egyébként nem azt mondom, egyre durvább párbeszédeket, meg ilyen dohogásokat hallani a boltba. Nem tudom miért, nem ez a nagy bevásárló típus vagyok, aki két hetente egyszer elmegy, azt elrak mindent, hanem két napja, mert konkrét megyek általában vásárolni, és sok ilyen bolti beszélgetés hallok. Na, teljesen ilyen jól öltözött 30-as, az a típus, akire azt gondolnád, hogy az élet izé kvázi kis császár, és ott áll, és így rakosgatja vissza a cuccokat. Nem azért lehet, hogy meg tudnál venni, de így megnézik az árakat egyre, ez a visszarakás, ez egyre inkább megy. És ami feltűrő, legalábbis nekem, cáfoljanak meg, a felső kategóriás árak, azok nem annyira változtak. Nem megyek a boltba, a Grana Padano az nem változott akkorát, mint az a valami, amit trapista sajtnak hívnak, és ami ugye általában Magyarországon népélelem. A kenyér, a legszarabb félbarna kenyér ment fel a legjobban. És ez szerinted miért van? Igazából, hát mert hogy az a nagy volumen, azon lehet keresni. Legalábbis én erre gondolok, megmondom őszintén, nem vagyok közgazdász, és fogalmam sincs, hogy vajon ez miért pont így van. És amit a Kálmán Olga felvetett, függetlenül attól, hogy Kálmán Olga vagy nem, igen, azért látjuk, hogy az összes környező országban, majdnem az összes európai országban valamilyen kompenzációban gondolkodnak. Nem abban, hogy mondta ezt Orbán, ársapkát raknak a csirkefarhátra, mert egyébként ez csak azt jelenti, hogy eltűnik a csirkefarhát a boltokból, hanem valamilyen kompenzációs mellett. Igen, az Európa bajnok 27%-os áfa csökkentése, ne adj Isten valóban egy rövid időre való elengedés, egy átmeneti időre, az a kormány imádja az átmeneti időket, amiknek nincs úgyse megszabva a vége, ez működőképes lenne. Lehet azzal érvelni, hogy a gonosz kereskedők akkor azt majd beépítik az árakba, és akkor ők fognak rajta nyerészkedni, csak hát ennél az extra profit adónál pont ellentétes érvelt a kormány, mert azt mondta, hogy mi megadóztatjuk, és ezt egész biztos, hogy a kereskedők nem tudják beépíteni. És amikor a Ryanair megpróbálja beépíteni, akkor oké, egyébként tessék kidolgozni ennek, ez egy kormány. Én azt látom, hogy nem viszik el a szemetet, tőlünk már 3 hete. Én azt látom, hogy Budapest környékén egy csomó olyan nincs víz. Én azt látom, hogy lassan már olyan vonat, amelyik közlekedik, az nagyon ritka. Egy csomó ilyen dolgot látok. Tényleg nincs már csirkefarhát, nálunk már időnként cukor nincs a boltban, pedig nem kisbolt. Ezeket a dolgokat látom, hogy én az egyszerű állampolgár, igazából ez a kommentár, azt tényleg nem tudom, mi lenne, mert ezt mindannyian látjuk. Igen, az érdekes az, hogy mikor csapódik le és hogy. Ez a kérdés csak. Annyit hadd tegyek hozzá, kedvenc bevezető mondat. Na, tehát, hogy az és egyik... És még a víz is elfogyott. A kormány eldöntötte, ugye, és átnyomja ezért a médiáján, hogy nincs infláció, hanem háborús infláció van. Most ez az egyik, ami hat. A másik, hogy a Viktor Isten hívei, a Fidesz megveszekedett hívei azok, tehát akik mindenáron Fideszt akarnak, és mindenáron, akik szerelmesek Orbánba, azok ezzel jól is laknak. Tehát azoknak be lehet adni, hogy a háború miatt van az infláció, és hogy tulajdonképpen a rezsim tök jó működik, a gazdaságpolitikán csodálatos, és az inflációnak kizárólag külső oka van. A másik oldalon van az az érv, amivel megint nem tudunk mit kezdeni, mert kétségkívül hát súlyos érv, hogy ki más? Ugye ilyenkor jönnek azok a Fidesz hívek, akik azt mondják, hogy jó, de kire szavazunk, az ellenzék se csinálná jobban. Erre nem tudom, én legalábbis nem tudok mit válaszolni, fogalmam sincs, hogy ki az ellenzék pillanatban.
Hát nem tudom megmondani, hogy jobban csinálna. A harmadik, amire céloztató, hogy a forintnak a mérhetetlen értékvesztése az egészen nyilvánvalóan a magyar gazdaságpolitikának a következménye, az fölösleges bárkivel, a háborúval is fölösleges összekombinálni, nyilvánvalóan nincs hozzá köze. De addig, amíg a magyar társadalommal nem lehet megértetni, hogyha mindenféle gazdasági teljesítmény növekedés nélkül kiszúrok 1200 milliárd forintot a lakosság közé, hogy költekezzetek fiúk, mert szeretni kell engem, mert szavazni fogtok holnap után, ugye akkor az arra rámegy a magyar fizetőeszköz. Amit még hadd tegyek hozzá, hogy a németeknél, ha 1,1%-kal nő az infláció, akkor súlyosan megkérdőjeleződik a kormány alkalmassága. Magyarországon ilyen következtetés nem volna senki. Egész egyszerűen a magyar állampolgárok elsöprő többsége, vagy legalábbis meghatározott többsége semmit sem ért abból, hogy mi a pénz. És nem fogja fel, hogy amikor mondjuk 360-ról 400-ra romlik a forint, akkor az ő fizetése 10%-kal kevesebbet ér, mert ebben a forintban adták ki. Nem érdekli. Általános tapasztalatom, hogyha ezt megpróbálom elmagyarázni valakinek, legyint rá, azt mondja, hogy jobban keresek. Pedig rosszabbul keres. Hát ha nem lehet neki elmagyarázni, akkor sajnos nem lehet. Tehát ennyiből a Sándorhoz csatlakozni. De ők szavaznak, és többen vannak, mint mi. Jó, csak hát most éppen nem szavazás. Jaj, jön, tudom, hanem, csak hogy ez... Hanem ugye, majd egy ősz például. Igen. Na de mégiscsak... Meg egy fűtés. Oké, nem szavazás, de hogyha van normális ellenzék, akkor az mégiscsak úgy jelentene valamit, hogy... alternatíva, de amit a János mond, az... Oh, én az, amit az ellenzik... Mi a bánatomhoz teljesen egy. Azért ebben az ügyben az a tény, hogy Magyarország szakszervezetmentes övezet nagyon súlyosan nyom a latba. Ez igaz. Mert választások 4 évente vannak, szakszervezetek meg elvileg, ha volnának, akkor folyamatosan is rendületlenül vívnák a maguk harcát az inflációval szemben. Igaz, hogy egyébként lakdacul még különös tekintettel ezekre az úgynevezett extra adókra, ami a világ legnagyobb kamuja, ugye az extra profit adó, vagy mi a bánat, ha volnának szervezetei a gyáriparosoknak, a cégeknek, nem pedig egy ilyen futóboloddal a parlag élén a kamarák, hát azért itt legalább 4 szereplőnek bele kellene szólnia abba a folyamatba, amit itt gazdaság és pénzpolitika címén művel az a kormány. Azért tud hasítani ez a propaganda, és a háborúra tekintettel úgymond a nép egyelőre lazán tudomásul veszi, mert hát nincsenek aktorok, nincsenek műsorok vannak, újságírók vannak, többé-kevésbé. Aztán kész. Tényleg csak a tűrési küszöb a kérdés. Annyira igaza van Sándornak, hogy otthon őrzök egy levelet, amit a Gyáriparosok Országos Szövetsége, tehát egy nyílt állásfoglalást, tehát nem nekem írt levél, hanem egy az ország gazdasági helyzetét megvilágító levél 2016. Arról beszélt a Gyáriparosok Országos Szövetsége, mint szövetség a leghivatalosabban is. Nyilvánvalóban, hogy 250 ezer vendégmunkásra van szükség ahhoz, hogy a magyar gazdaság működjön. Ezt mondták 2016-ban. Nyilván a gyáriparosok is be vannak tagolva a rendszerbe, úgyhogy nem ugrálnak. Amit megjegyeznék, hogy a közelmúltban a stathivatal közé tette a 2021-es, mondjuk úgy, hogy a népmozgalmi adatokat, minden ilyesmi. A KSH 2021-re 202 ezer tartósan hazánkban állomásozó vendégmunkást talált. Azt nem tudják a drága nézőink szerintem, hogy azt tudhatják, ugye, hogy bejelentette a kormány, hogy a leépítések lesznek a kormány tisztviselői közalkalmazotti szférában, ugye, mert hogy racionalizálni kell a fölösleges izét, de azt nem tudják, mert most jön, amit akarok mondani, a kormány nagy erővel keresi, tehát munkát ajánlok önöknek, nem én, hanem Orbán Viktor kormánya, bevándorlási szakértőket keresnek, bevándorlási hivatalokba, munkaerőt, minősített, jó képzett embereket, hát mert a bevándorlás nagyon gyorsan, tehát rohamléspejtekkel fel fog gyorsulni a következő hónapokban. Úgy fest, Orbán Viktor későn tudta meg, hogy lesz háború.
és ezért a hírszerzést tette felelőssé, mert hogy leváltotta a vezetőjét. Most ironikusnak is hangozhat, hogy ezt a kettőt összefűztem, ebből az a biztos, hogy leváltotta a hírszerzés vezetőjét. Abban ugye kételkedhetünk mindannyian, különösen, hogy előtte nem tudom, valami 10 nappal volt a Putyinnál, nem? Bár hát nem hiszem, hogy mondta neki, hogy Viktor, fogunk háborúzni. Bocsáss meg, február 24-től július 1-ig kellett gondolkozni, ahogy a hírszerzés nem szólt neki. Ja. Tehát azért az, hogy mondjam, reflex időben remesze elmarad a dinoszaurusztó. Hát ez egy darab cikk, ami erről szól, nem? Igen, hogy igen. Feltételezés, hogy mondjuk aki írta, az bevakott. Egyébként mi gondoljuk a magyar hírszerzésről, erről mit tudunk? Hát lehetőleg semmit. Oké, de hogy hatékonyságát a tesszük, igen, de mégiscsak van olyan, hogy híresen jó hírszerzés, mint mondjuk az izraeli, vagy az amiké, de a miénkről soha semmit, nem? Ha biztos mi vagyunk a legjobban. Nem tudom, nem olvastad neked, hogy nyomon a MÁK csoport meg ezeket. Ja, dehogy nem. Hát akkor meg biztos ebben is mi vagyunk a legjobban. Én elmondhatom, hogy mit tudok a magyar hírszerzésről, de akkor meg kell, hogy jöjjenek. Ja, hogy aha. Jó, hát azért ez a lényeg, amit a Pista mondott. Azon kívül, amit világ elsoroltunk, azért végül is azt is értékeljük már, hogy azért ez egy bohózat. Tehát Orbán itt a heteken, hónapokon keresztül döngette a mellét, hogy miért, mert Isten békét ment teremteni, és egyébként jégtörő, jégtörő, meg Isten haragja. És akkor most előállnak ezzel, ezt a csávot kirúgták. Hát jó Isten tudja, operett ország, operett hadsereg, bár a műfajt nem szeretném megbántani. Nem olyan nagy tragédia egyébként, hogyha a hírszerzésre nem tudunk semmit, nem kell arról tudni. De elég, ha ők tudnak róla. Hát igen. Amúgy is elég a közvélemény megítélése meglehetősen diffúz, márhogy a hírszerzéseket illetően. És amúgy egyébként azt nyugodtan tekinthetjük egészen extrém és új megoldásnak, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Nagy-Britannia hírszerzése annak idején, miközben a félvilág röhögött rajtuk, és jelezte a háborút, az egyébként a hírszerzés történetében nagyon szokatlan dolog volt. Részben azért is, mert hogy a technológia ott tart, hogy tudnak érzékeny adatokat úgy is nyilvánosságra hozni, hogy egyébként a saját hálózatunk nem bukik le. Na mindegy, a lényeg, hogy azért észrevehető Kesmától a Tárcákig, már hogy a minisztériumok körül megjelenő mindenféle miniszteri biztos, meg személyzeti mozgásokból, hogy amúgy azért ez egy slamperáj. Most, hogy ez a slamperáj hülyére tud minket lenni, hát ez meg ránk nézve egy kicsit kínos. Na mondjuk jó, inkább ezzel az Rogán körrel lehet összefüggésbe ezek a változások. Hát jó, de azért ez egy érzékeny terület, mindenki tud mindenkiről, gondolom, házon belül is. Nem senki sem. Ez a másik, és hogy most a Rogán, hogyha teret akar foglalni, már pedig azt akar foglalni itt is, ott is, akkor ez óvatatlan, hogy kirúgdosnak embereket, meg hát nem kirúgdosnak, elmennek közös hát és a családot úgy kihívásokat. Pista, és a családot is el kell tartani. Hát és az már az elvált asszonyokat is el kell tartani, és nem... Azokat nem kell eltartani, pont most derült ki, Sanyi, hogy nem kell eltartani, az egy ügyes üzletasszony, mert 85%-os profitot ki tudod szedni. Igen, persze ők... Tudod, mi a titok? Egyébként tök egyszerű, nem kell újságot csinálni, nem kell szerkesztőség. Amúgy ugye az is kiderült ezekből az anyagokból, hogy ezek a cégek jószerűvel nem csináltak semmit, és azért ez az eltartás része, igen, tehát ezek kitartott hölgyek, őrőlük is gondoskodni kell, és most már azért csak döntően egymástól tudnak elvenni. Minden esetre szumba-szumárom, visszatérve még a témekhez, ezből a hírszerzéshez röviden, tehát így annak idején a Szovjetunióban, amikor Sztálin elvtárs időnként leváltotta a
megfelelő főnökét, ugye ment Jagó elvtárs, jött Jezsó elvtárs, ment Jezsó elvtárs, jött Beri elvtárs, az előzőt mindig kivégezték, és mindenki, az összes ilyen amerikai szakértő mindig azon gondolkodott, hogy mekkora elképesztő váltásokat fog ez jelenteni, és nem jelentett váltásokat, semmi. Csak ott valahol a hatalmi szinten ment egy küzdelem, ezeket állandóan rotálni kell, hát ugye nálunk a csávót nyilván nem fogják kivégezni, hanem átmegy a Szijjártóz a külügyminisztériumból, és államtitkár lesz. Nem tulajdonítanék én ennek akkor jelentőséget. Abban egyébként, ha elfogadjuk ezt a tézist, hogy ugye azért rúgták ki a fickót, vagy azért kellett felállni, mert Orbán nem tudott a háborúról, akkor azt mondom, hogy Orbánnak ebben az esetben igaza volt, de hát ez tényleg csak egy spekuláció. Mármint én miniszterelnök lennék, és egy héttel egy háború előtt nem szólna nekem a hírszerzésem, hogy figyelj, a haver, akivel az előbb izé csacsogtál, az éppen háborút akar indítani, akkor én is azt mondanám, hogy a csávó alkalmat. Én ezt kizártnak tartom, és egyébként is az Orbáni ügyét úgy építik, hogy ő tévedhetetlen. Ha véletlenül tévedett, akkor valami hülye cseszpel. Valaki értett. Mondjuk, amikor kitört a háború, visszaemlékeztek az első, hát két nap, akkor lefagyott a rendszer, tehát nem tudtak se köpni, se nyelni. Nem, hát az elég világos, hogy mert kommunikáció meg beállt a földbe, és akkor várták, hogy akkor... Igen. Hát igazából Márki-Zay Péter húzta ki őket a szarból. Igen. Komolyan, onnantól kezdve így rámentek. Arra, hogy a Rogánt említettétek, arra leszek kíváncsi, hogy miután ő van megbízva csodálatos, tehát a kecske és a káposzta esete tipikusan, ő van megbízva, hogy a korrupció ellenes harccal is. Egyetlen ember van a kormányon, aki parasztgyerek és nem urizál, tehát igen, teljesen jó helyre ment. Igen. Hát az úgy többet vesz ki. A korrupció elleni harcból fognak lopni. Mert ez így fog. Igen, ravasz. Hát feltalálóról beszélünk. Ez a Tuskó-Hopkins effektus. Hoppá Péter, aki most a kultúráért felel. Ja, azt hittem, hogy Hoppá Péter, és mit csinál? Azt mondta, hogy nem fog olyan, hogy is mondta, utcai anarchistáknak pénzt adni, mint a Noir mozgalom, amelynek ugye Molnár Áron a vezetője volt a kötött fogás vendége, pont egy nyilvános felvételem. Aki pedig közötte soha egyetlen fillért sem kért, és nem is kapott a magyar kormánytól. De ezt miért állítják, hogy Noir kapott pénzt a, gondolom, a Demeter Szilárd féle körbe, vagy mert amit mondasz, az azért érdekes, mert ez egy nagyon szögesen ellentmondó két állítás van előttünk. Én nem tudom, melyiknek higgyek. Én egyet komolyan gondolok, hogy azt nem gondolom, hogy azt egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy a Noir azért beszélt valamit, mert pénzt kapott érte. Ő mondja, amit gondol, aztán egyébként megkap pénzt, de biztos, hogy nem volt megvehető. Tehát nem olyan habitus. Na, de a csávó De most tényleg János, mi az, hogy nem két állítás, és hogy nem tudod, hogy ki mondott igazat. Amikor statisztikailag és tömegesen is egyáltalán nem hogy hazudnak, hanem ellopják az iskolapénzt, ellopják a lélegeztetőgépet, nem sorolom. És ehhez képest van egy pasi, ez a Noir, és odállt és elmondta, hogy soha nem pályázott semmilyen állami pénzre, és nem is kapott. Hát most mi ebben az a nagy intellektuális és morális kihívás, hogy hát én nem tudom. Hát, hogy nem tudom. Hát, mert nem. A Noir még nem hazudott sose ebben az összefüggésben. Jó, jó. Jaj. De most tényleg, az nem lehet, tudjuk, figyelj, hát egyszerűen meg fogjuk látni. Azt mondta Molnár Áron, hogy fel fogja jelenteni Hoppá Pétert. Akkor majd bizonyítani kell ezt a történetet. Én azt mondom egyébként, hogy igen, én is erősebben gyanítom azt, hogy Hoppá Péter hazudik. De ha hazudik, akkor zseniális trollkodás volt. Tehát ezek azért legalább... Jó, ehhez ilyen hülyék kellenek, mint ti is vagytok. Nem, legalább rejtőt olvasnak, mert az életben nem fogja senki lemosni a Molnár Áronról, akármi lesz ennek a pernek az eredménye, ami majd meg fog jelenni a hetedik oldalon. Engem egyébként... Mi? Nem, az nem lehet, hogy a Hoppá összekeveri a Noárt Molnárról? Tehát, hogy azt hiszi, hogy Noár egyenlő a szakkollegánk, tehát hogy az Áron, tehát hogy és lehet, hogy ő valamilyen közpénzes történetben részt vett. Ki? Mint színész. Támogatták azt a izét, ja, hogy ekkora a csúsztatás. Azt a színházat, ahol ő fellépett egyszer. Ha nem hiszem, amikor világra jött az édesanyját, a társadalombiztosítás támogatta. Na, hát akkor ennyi, látod, meg is van. Na mindegy, egyébként engem sokkal jobban szórakoztatott a Molnár Áron, meg a Hoppá Péter viszonyánál lesz, hogy megint előkerült. Egyébként harmadszor a NER ilyen, nem is tudom,
gyalázó jelzőjében az anarchista volt, már két hulláma a történetnek, tehát az utcai anarchisták, úgyhogy látod, vannak anarchisták. Mindig azt mondod, hogy én vagyok egyedül. Szóval nem, kedveseim, nem, kedves NER, nem, sajnos Magyarországon nagyon kevés anarchista van, és egyébként szerintem egyik sem akar kormányzati támogatást, és ezek a civil mozgalmak, ezek messze nem anarchisták. Én sokkal jobban szeretnék több anarchistát, de ez ebben az országban soha nem volt szinte anarchista mozgalom, és nem értem, hogy miért nyomják újra és újra ezt a jelzőt. Nem kötődnek hozzá az erős érzelmet. Mert mindenki betoljuk tőle. Mert komcsizni már unnak, vagy mi? Tehát így... Hát meg nem, mert ennek az anarchistának van egy ilyen pejoratív hangzása, igen. És akkor ez így átmegy, ez átmegy az agyakon. Az a izé, a politikai huligán. Aki dobálja a igen, politikai huligán. Régen a radikális volt ilyen, tehát bocsánat, régen a radikális. Volt már egy pár ilyen mondanat, igen. Mondta Noára azt is, hogy szélsőséges. Igen. De egyébként alapvetően meg tehát ez már megint itt tartunk, hogy közpénzről lenne szó. Miért ne kapjon bárki a művészeti alkotáshoz létre, bármilyen művészeti alkotás. Tehát, hogy miért, amikor politikai alapon osztanak pénzt, de jó, de hát már Magyarországon most ezzel, most mindenki felcisszent, mint nem áll a Fidesz politikai alapon osztja a kulturális pénzeket. Igen, na jó, akkor eddig is ne tovább. Nem csak közelebb összerakod, mennyire ez, hogy a magyar hangnak a története, hogy ugye elkezdtük ezt az akciót, hogy 1000 előfizető, új előfizető legyen, mert annyival csökkent körülbelül a lapeladás a boltokban is, ugye ez minket, mögött nincs se egy cégcsapat, se egy oligarha, ez igencsak komolyan érintett, meg érint még mindig. Se állami támogatás, már mint egy reklám. De mert alapvetően ott van a probléma, hogy ezek a nyugati cégek, akiket mi is ugye megkerestünk, hogy otthon kurvára leadják, hogy mekkora szólás szabadság, harcosok vagyünk, és mennyire imádjuk a demokráciát, és de itt úgy vannak vele, hogy hát most 12 000 olvasója van ennek a izé, vagy vásárja van ennek a lapnak. Hát mi foglalkozunk? Kell ez nekem, hogy ezért? Jól el vagyok itt az Orbán kormánnyal, mert pontosan tudják, hogy a magyar hang az a tabu. Tehát a többi lappal is, meg szerkesztőségekkel rosszban van, meg néhányat ki is nyírt már ugye ügyesen, de mi vagyunk az ősbűn. De azért, létezésünk az ősbűn. De azért, drága barátaim, ugye azért ne állítsuk már azt, hogy a Magyarországon, vagy a zöme nyilván vannak olyanok is, akikor ez nem érvényes. Magyarországon létező, dolgozó, működő multinacionális cégek menedzsmentje, akivel mi érintkezünk, nyilván nem a tulajdonosi körrel. Nem nagyon hiszem, hogy mondjuk akár a BMW, akár a Mercedes igazgatóságának tagja Németországban, vagy az ottani menedzsment tud arról bármit is, hogy mondjuk a marketing ügyben itt hogy működik a helyi menedzsment, aminek a zöme magyar, szinte kizárólag magyar. És ilyenkor a saját személyes karrierjükről és jövőképükről van szó. Tehát én azért ezt szeretném aláhúzni, mert voltam helyi állatorvos már. Oltáson. És azt mondja a csávó, elkezdi ott nyomni a rokkot, most nem megyek be a részletekbe, hogy és nézze! Hogy néz ki az a recept? Ez a hülye Ursula! Azt mondja, nézze már, miket kell itt kitöltenem? Mi van? Most ez hogy jön ide, Sanyi? Úgy jön, drága barátom, pont úgy jön, hogy azt mondom, hogy magyar válaszokat kapunk Magyarországról, magyaroknak. Úgy jön ide, hogy amikor a multikról beszélünk, például marketingügyben, nem a német multiról beszélünk, hanem az ő filiáléről, aki a magyar testvérünk, és nem a multi a geci, hanem a honfitársunk. És amikor arról beszélünk, hogy hogyan működik amúgy a rendszer, és kik a bűnösök, akkor nekem az állatorvos arról beszél, hogy egyébként Ursula von der Leyen. Tehát nem tudom, hogy mit nem értesz ezen. Hát még jó, az Ursuláról nekem a doktor Bubó. Nekem is a doktor Bubó. Nekem is, mind a hármunknak, Sanyi. Mert hogy állatorvost mondtál. De miért sem értesz, és én is azt hittem, hát hogy egyből asszociáltam Ursulára, hogy... Okay. Én szeretnék egyet érteni veled maximálisan, csak mindig eszembe jut a Telekom meg az Origo.
hogy ott azért a németek tudták, hogy mi a játszma, meg mi a sztori. Jó, persze, hát nyilván nagy vonalakban tudják, Pista, nagy vonalakban tudják. Akkor még üzlet volt, mikor megcsinálták, utána üzlet volt, hogy eladják. Nem tudom. Hát tehát elég világos voltam. Igazából ezt hívják kompromisszumnak, vagy vétónak, tehát így kiadhatunk politikai foglyokat, vagy hogyha egy multi vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy nem érdetünk a magyar rangban. Hát kinek érdekei szerint. Az a hiátus, amit sokszor érzünk meg, amikor mondjuk, hogy hát és akkor ilyen teszefoszák meg, és akkor így értik a magyarokat, úgy nem értik. Az a helyzet, hogy tényleg ez olyan, mint egy patyomkin falu. Tehát olyanoknak, akik egyébként egy normál szisztémában, mondjuk viszonylag demokratikus körülmények között, évtizedek óta, stb. Nem mondom el a mantrát, rátekint erre az országra, baromira nehéz megérteni, felfogni, hogy ez hogyan működik. De ami meg itt ilyen értelemben gyávaságban megy, az azért zömében az a saját belső reflexünk. Hát tényleg azért abszurdum, mert egyelőre nem tartunk ott, hogy elvigyék a Abakumovék tarkólőni az apparátust, de azért amitől itt összeszarják magukat az én magyar testvéreim multimenedzsmentben, meg mit tudom én, középvállalkozásban, meg akármiben, azért ez egy picit abszurd. Persze vannak megtorlások, tudjuk. Rálépnek a helyi politikában, az országos politikában, odaszólnak, hátrány szenved, stb. De azért itt azért... Igen. Na. Sanyi, mi lenne, ha mondjuk most az Audi máról holnapra hirdetne a Magyar Hangban? Hát felszökne az Audi eladása. Hát mindenki Audival járna, aki Orbán ellen fel akarna lépni. Hogy mi lenne? Jó lenne. Akkor még meg is érné neki. Jó de miért nem? Úgy értem, hogy szerinted, igen, de hogy egyetértek veled, hogy és akkor mi a brutális kormányzati intézkedések, elűznék az Audit, de ebben a, mint a Ryanair? Hát persze, de hát itt az a probléma, ugye, hogy ez egy viszonylag kicsi ország, ennek a magyarországi Audinak nyilván van valami marketing csoportja, magyar testvéreim, akiknek azért még mozognának a pályán, és hát itt mindenki tud mindent. Igen, igen. Ó, Pistiként, tényleg? Egyébként az jutott eszembe, hogy a Ryanair meg a Wizzert kéne megkeresni a magyar. Nézd meg egyébként, most nem ez az Audival kapcsolatban még annyit, hogy tehát ahogy működik például a magyar diplomácia. A magyar diplomácia azért részben ma úgy működik, hogy egy magyar előadó, akit mondjuk a kormány nyerőben nem szeret, fellép egy német fesztiválon, akkor oda megy a követségről valaki, vagy maga a nagyvet, feláll és elkezd üvölteni. Ugyanígy működne ez az Audi-ban. Hát elkezdődött. Fischer Iván. Nem szoktad látni nem, nem ezeket az ézéket? Ja, ez a magyar diplomácia egy fő feladata, hogy mit tudom, tényleg egy ellenzéki, vagy nem kormánypárti művész valahol mondjuk kiállítás. Fischer Iván oda vezényelnek, akkor valaki feladat. Hát Fischer Ivánnál még nem csinálták, de írókkal csinálták, színészekkel csinálták. Persze, fölmegy, ott, vagy valami kultúratasé, vagy maga a nagykövet, tiltakozik, és kifejti, hogy a magyar kormánnyal szemben ez micsoda szemétség. Ugyanígy menne az Audinál is. Elkezdenének lobbizni azért valahol ott a német Audinál, hogy legyen valaki, aki visszaszól ide a magyar Audihoz, és akkor azt a marketinges, lehet, hogy nem sikerülne, de felállnának és üvöltöznének. Szerintem ez amit egyébként az Audinak lekére szanigasság. Tehát hogy valószínűleg tényleg az, hogy végül is nekik itt Magyarországról egy ilyen Excel táblázatot kell visszaküldeni Németországba, hogy ennyi költésből, ennyi embert értünk el, ilyen és ilyen platformokon kész. Ebben tökéletesen eltűnik a mi kis izénk nem létező lapocskánk, úgyhogy ha belegondolunk, még igazuk is van, nem? Hát ülnek ott az irodában, és azt mondják, hogy mi a francnak csinálunk? Nem jobb a békesség? Nem el vagyunk? Mennyit keresek az Audi marketing vezetőjét? Látjátok, a Ryanair-en is mi lesz. Mit vacakolja? Két megjegyzést. Az első, hogy ez abszolút kézenfekvő hozzátéve, ugye, hogy a kormánynak kedves lapok elsőprő többségét nem auditálják, tehát ne se az Audi, már bocsánat a hangzásbeli hasonlóságét. A lényeg az, hogy a kormány propaganda sajtójának a tényleges lakossági elérését nem lehet úgy tudni, ahogy Európában máshol. Ezt nevezik auditálásnak. Nem tudni. Nem hajlandók mérni, nem engedik, hogy mérjék mondjuk a Karc Rádió, vagy a többi hallgatottságát, nézettségét, lakossági elérését, mégis dől oda a pénz. Mi meg tudjuk mondani, hogy milyen elérésünk van, és nem kaphatunk egy forintot sem. Európai értelemben ez egy abszurdum, de ez van. Amit viszont Hoppá Pétertől még vegyünk elő, mert azért az nekem piszkálgatta a csőrömet, ugye kifejtette, hogy noár nem, de hogy mi leszünk a
megújuló Európa kovásza, szellemi kovásza, mert mi a tömegkultúrát fogjuk támogatni, és ilyen kis grófú, ugye? Mindenki kis tehát, hogy erről a Pista barátunk nagyon kellemeset írt a honlapra. Tehát, hogy körülbelül... Értelem felindulásból igen, azt akartam az mondani, hogy nem, hogy ez azért érintett meg engem, mert én elég sokat tettem annak idején a Fideszére a 2000-es évek, konkrétan a 2002-es szerintem történelmileg nagyon igazságtalan Fidesz bukás utáni években pláne, és akkor a tevékenységem ott a körben, ahol élek, tehát azon a vidékén az országnak, az alapvetően Gulyás Dénes nemzetközi rangú operaénekes támogatásáról szólt. Na most a Fidesz eljutott Gulyás Dénestől kis grófóig. Én ezen a pályán nem szeretnék végigmenni, azért szálltam le arról a vonatról. Ezt a kultúrharcot most már mióta nyomják, nem? De, hát, de nyomják, nyomják, harcolják a kultúrharcot, de minden, minden adott. Van pénz, intézményrendszer, hatalom, minden, aztán a, nem, jön nem születnek meg a nagy fideszes kultúrtermékek, ezért akkor jó van, akkor nyissunk egy hétre. Emlékeztem, amikor a rendszerváltás környékén, még egy picit előtte mindig mondták, hogy jön a rendszerváltás, és majd előkerülnek a remek művek, amiket eddig az íróasztal fiókba őriztek. Aha. És jött a rendszerváltás, és kiderült, hogy az íróasztal fiókban mosócérulák voltak. Tehát igazából nem voltak ezek a remek művek. A Fidesz is, meg ezen a Demeter Szilárdos baromsággal, meg a mit tudom én, Cseh Tamásra beírta a remek műveket, mert ugye azért nem születtek meg a remek művek, mert nyoma a liberálisok elnyomták, kisajátították a kultúrát, mit tudom én. Most már tényleg mindent megvettek, minden az övék, az összes ösztöndíj, az összes intézményítés. Hát nem dőlnek a remek művek. Megnézi az ember az Előretort Helyőrség című, hát nem tudom, fideszes irodalmi konglomerátumnak a produktumait, és hát írástudatlan. De ott van egy képzőköri ellen, ott van egy úgy, csak nem akarom szegény megdicsérni. Ez milyen cikkirálás, a Dévis megdicsérni. Erre nagyon vigyázz, Pista. Ne dicséri, ha valaki... Jó, de nem is akarom. Azért azt mondjam el, hogy amikor országgyűlési képviselő voltam, akkor a kulturális bizottságnak voltam a tagja, és Endi Vajnát lehetett kérdezni egy ilyen bizottsági ülésen, és hát persze megkérdeztem, mint a történelmi filmek nagy szerelmese, hogy hát miért nem csinálnak magyar történelmi filmeket. És a Vajna, aki ugye hát tudhatóan nem volt képben, ő helyette a helyettes asszony, már nem emlékszem a nevére, mindenben ő döntött, és a Vajna azt válaszolta, amit neki mondtak egyébként a SZDSZ közeli kultúrattasék, hogy azért, mert nincs rá igény. Aha. Mert hogy a magyaroknak nem kell történelmi film. És akkor erre rá három évre teljesen amatőr módon a Kaszás Géza csinált Kassai Lajosról, aki egy lovasíjász, csinált egy gyakorlatilag, azt mondjuk el lehetett nevezni minimálisan ebbe a kultúrkörben egy filmnek, és akkora sikere volt, hogy több százezren nézték meg alternatív mozikban, nem is a... Na most, viszont akkor itt a válasz, jönnek a magyar történelmi filmek, több is egymás után, tettek bele pénzt, paripát, fegyvert, meglátjuk, hogy, hogy kinek volt igaza. Hát miért? Jön az Aranybulla, ma láttam az előzetesét, gyönyörű, jön a Rákai féle Petőfi film. Hát meg a Gyurcsány film is. A Gyurcsány film is történelmi film, igen. Ezt akartam mondani, hogy tulajdonképpen azért nekem meg az a véleményem az egészről, hogy ott a probléma, tehát amikor magyar történelmi filmet hiányolnak és ígérnek a politikusok, akkor mindig az a dilemma kerül elő a következő körbe, hogy először is értékelhető műalkotást kéne csinálni, itt kezdődik ugye a probléma, az értékelhető műalkotáshoz pedig valóságos konfliktust kell találni, valóságos emberekkel, és akkor beleszaladnak az előkészítők abba a problémába, hogy vagy penetráns hazugságokat fogunk nagy pénzért megfilmlesíteni, mert sajnos a történelme, tehát a magyarok történelmi tudata ezersebből vérzik, vagy ilyeneket csinálunk, vagy nem tudunk megcsinálni, vagy hogy nem tudunk eleget tenni annak a kormányzati elvárásnak, hogy valami szép, mitológikus, a magyar nemzeti tudatot a szférákba, a felső szférákba emelő alkotást tegyünk le. Ez a kettő nem megy. Tehát ugye, most csak egyet mondok, tehát képzeljük el, hogy akar valaki csinálni egy filmet Tököli Imréről. Tököli Imréről csak Budapesten 8 utca van elnevezve. Egy címeres gazember volt. Tehát valaki el kell... Hát az Erdogan lehet, hogy adna bele pénzt. Kicsoda? Az Erdogan lehet, hogy adna bele. Ja, de Jani... A lényeg az, hogy ezek nagyon veszélyes dolgok, nem tudják de ezeket... De abban nincs veszély. Az Aranybullában nincs veszély. Aranybullában nincs veszély. Szerintem egy olyan Aranybulla film lesz, amiből kimarad az ellenállási záradék.
Oké, a magyar huszárságról, amelyik az egyetemes hadtörténet egyik legremekebb fejezete, meg most születő félben van a film, talán már le is forgatták, hadik, valaha volt a legnagyobb lovas hadvezér, hadik kadrás. Nem ezt akarja látni a politika, érted? De ezt csinálják, de ez rendben van. Én azt mondom, hogy én szerintem ez most rendben van. Oké, ezt csinálják szerintem is, meg legyen jó, de mondjuk mégiscsak így a kortárs művészetnek, meg a kortárs történésekkel kéne foglalkoznia, nem? Most azért gondoljunk bele, hogy egy fideszes intézményben, vagy egy fideszes intézmény által támogatott szerzőként mit tudsz írni a jelenről? Hát, hogy írod meg, meg a társadalmi konfliktusokat? Hogy jeleníted meg a társadalmi konfliktusokat? Ide tartozok, hogy aki megjeleníti a Pintér Béla társulat például, az meg ma is ír, hogy 50 milliós űrtátong a költségvetésében. Az igazság, hogy az udvari irodalom mindig így jár, tehát mindig volt udvari irodalom, és sosem maradt fent. Legalábbis hát nem lett olyan, nem könnyű. Hát mert ahogy elfogy az utvar, elfogy az a rezsim utána, okafogyottá is érdektelen. Nem, azért én egy kivételes kor tudok, tehát 14. vajos Franciaország elég nagy vonalú volt. Igen, de egyébként teljesen igazad van, tehát 14. vajos inkább a kivétel, ami a szabálytól. Nem, meg hát akadnak kivételek az udvari szerzők közül is, mint szkrétén fennmarad. Vegyük a náci kultúrpolitikát, ugye? Tehát olyan dolgokat csináltak, ugye Leni Riefenstahlék, amik szakmailag igen magas színvonalúak voltak, ugyanakkor nem lehet. Ebben is azért voltak egyetlen értések, mert annak idén emlékszem, volt egy ilyen anekdóta, hogy megnézték az Akarat diadalát így az amerikai filmesek és meg az európai filmesek között, és a René Clair állítok betegre röhögte magát rajta. De hát, azt sem biztos, hogy neked volt mondani, már. Hogy azért Leni Riefenstahl 98 évesen olyan fotókat tett le az asztalra, eltiltották a filmezéstől, és kiderült, hogy nagyon tehetséges művész. Elkanyarodtunk. Köszönjük, Sanyi már elköszönt. Igen, mindjárt. Sanya elköszönt, a másik Sanya most fog, de előtte elmondja, hogy már itt az Új Magyar Hang a nagy interjúban Verebes Istvánnal, és ha jól látom, Bencsik Gáborral is. Ojaj. Amiben egy ilyen mondat olvasható felvezetőként Soros sokat tett Orbán Viktorért. Na, Gábor, majd kapsz megint a fejedre. A végén szóval... kénytelen lesz megint a kötött fogásba járni. Ja. Jövő héten találkozunk. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Ez legyen még benne. Ez kívánás. Effekt.